Stay at home and save lives. Az ember életet érintő kérdésekkel kell foglalkoznunk. Emergency in the US and around the world. Panamából jelentkezünk. Netflix Surfers Paradise-on. Koronából Hilton az Islandról. Írországban élek. New Yorkban a Central Parkban vagyunk. Hello, sziasztok, üdv mindenkinek! Ez itt az Eni és Oli világ a koronavírus híradójának a harmadik és egyben befejező epizódja. Tudjátok, ez az a szösszenet, amelyet a ti általatok beküldött videókból állítottunk össze. Szerte a világból mindenhonnan érkeztek kis videók, aminek nagyon-nagyon örülünk, tehát nagyon-nagyon szépen köszönjük őket, de eljött az ideje, hogy szerintem most ennek véget vessünk, de ma még egyszer utoljára azért megmutatjuk, hogy miket küldtetek nekünk. A mai is izgalmas lesz. Lesz kis videó Kanadából, Amerikából, Németországból, Angliából, és hát természetesen Magyarországról is, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel őket. Hát sziasztok, drága barátaim! Láttam a videótokat, és úgy gondoltam, hogy küldök én is egy kis helyzetjelentést Németországból. Először is elnézést kérek a külsőmért, kicsit gyűrött most a fejem, mert éjszakás voltam. És nemrég ébredtem. A hajam azért ilyen szép hosszú, mert itt 3 hete bezártak a fodrászok. Viszont úgy határoztam, hogy most fogom magam. Egyrészt mutatok egy pár képet a kisvároskámra, és elmegyek egy közeli, mondjuk azt, hogy nagyvárosba, és megmutatom, hogy ott mi a helyzet. Összességében Németországról tudok nektek beszélni, hanem itt a mi kis régiónkról. Mi dél-nyugat Németországban lakunk, vagy lakom. Közel vagyunk a svájci határhoz, ez a Bodeni tó északi partján van, és a Fekete-erdőtől délre vagyunk. Igazából ez egy meglehetősen kis település, ebből adódóan nyilván nincs annyi emberi kontakt, tehát itt én olyanról, aki megbetegedett volna, nem hallottam, de olyat se, aki fertőzött lenne. És igazából úgy, mint mindenhol, itt is úgy kezdődött a történet, hogy először ugye bezártak az iskolák, az óvodák, és utána jött egy ilyen, hát mondjuk azt, hogy ilyen kijárási korlátozás. Tehát igazából itt nem piszkálnak a rendőrök, vagy ilyenek. Plusz, ami szerintem nagyon fontos, hogy a németek, azok, ha az van mondva, hogy maradjunk otthon, akkor aki teheti, az otthon marad, és nem kiskapukat keresnek, hanem mindenki komolyan veszi, betartja, és azon dolgozik, hogy minden gyorsabban erre a helyzetre megoldás legyen. A vécépapír az nincs rá jól, sőt egyáltalán nincs is. Konyhai törlő van, és az egészben az a vicces, hogy ahol régen a vécépapírok voltak, most raktak oda csokikat. Mindegy, mindenki vonja a következtetést. Minden esetőségre felkészülve azért vettem egy kis oltóanyagot, esetleg a hétvégén valamelyik karantén meglátogatni. Szóval srácok, így néz ki a helyzet nálunk itt délnyugat Németországban. Szerencsére a németek fegyelmezettek, és a Németországban élők vigyáznak magukra, egymásra, és én úgy gondolom, hogy tegyük mi is ezt. Itt nálunk mondjuk a fiatalok, nem, de az idősebbek hordják a kesztyűt, a szájmaszkot, úgy olyannak lennie kell. Szóval a lényeg az, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, és nagyon remélem, hogy hamarosan vége ennek, de addig is mindenki maradjon otthon, aki teheti. És hát én is nagyon bízom, hogy hamarosan úgy látom a családomat. És hát Oller, hogy hamarosan nálatok hátul a kertben, kolibri zümmögés mellett egy-két jó ipát meg tudunk kóstolni. Na, legyetek jók, puszi mindenkinek, ciao.
Csáholi és Eni unokatesomat megkértem, hogy segítsen nekem felvenni pár klipet Montrealról. Körbe viszlek benneteket a városon belül, és azon kívül még elmondom a személyes tapasztalataimat, és gyerünk! Úgy látszik, hogy vannak autók az autópályán, ami igaz is, de normál esetben 5 órakor az autópályák itt annyira be vannak dúlva, hogy körülbelül jó, hogyha 30 km per órával tudsz arra szólni hazafelé. Szóval ez lenne Montrealnak a business központja, ahol a cégek, emberek ezrei dolgoznak naponta. Most elvétve látsz egy-két embert, akit lakik a központban. Azon kívül ez teljesen kihalt. Ami szerencsés a kanadai lakosoknak, az, hogy az állam minden egyes ember számára $2000 biztosít havonta, aki elveszítette a munkáját a szituáció miatt. Ami az egyéni ebben az, hogy akinek elvileg nem jár a munkanélküli segély, azért, mert tegyük fel, nem dolgozott az elmúlt x hónapban, vagy bármi jobból kifolyólag nem jár neki munkanélküli segély, most annak is jár ez a $2000 havonta. Szóval ez relatív sok vagy kevés. Itt a minimálbér Montrealban azt hiszem olyan a nettóba, ami kijön, szerintem az ilyen $1600-1700 körül van. És hogyha azt nézed, hogy mindenki $2000 kap, minimum, akkor az nem olyan rossz az embereknek, mert abból kényelmesen úgy gondolom, már meg lehet élni, ha nem is nagy lábon. Szóval előbb még azt felejtettem már mondani, hogy szóval az állam azt szeretné elkerülni, hogy a cég elküldje az alkalmazottakat, hogy pánikot keltsen, ami elkerülhetetlen volt. És végül az állam azt a döntést hozta itt Kanadába, hogy átveszi a felelősséget az 75% bérfizetésből, ami azt jelenti, hogy ha valaki keres egy random szám 100.000 forintot, akkor az állam abból 75.000 forintot fizet ki a cégnek, amit a cégnek a dolgozóknak kell kifizetni. Ami még a montreali embereknek, meg összességében a kanadaiaknak úgy vélem, hogy nehezebb, az, hogy nekik iszonyatosan hosszú a tél. Elkezdődik a hideg idő november végén, aztán most is 5 fok van, ami itt már melegnek érződik a mínusz 30 után. Szóval az emberek nagyon várják azt, hogy ki tudjanak végre menni az utcára, de betartják, amit az állam kér tőlük. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek a tőke ki van azzal, hogy bent kell lenni. De az állam azt kérde, hogy bent kell maradni, akkor az emberek itt hallgatnak. Azt nem is láttam eddig. Ahogy majd haladunk előre, ott van San Denis COVID-19 test. Úgy látom, hogy az utcán van egy ilyen állomás, vagy hogy mondják, ahol a COVID vírus tesztet csinálják. Sziasztok, srácok! Nancy vagyok, kedves barátaink kérésére Birminghamből jelentkezem. Nálunk milyen a helyzet? Szerencsére mi egy ilyen kis zsákutcában lakunk, ami eléggé csendes. Minden szomszédunk, aki teheti, leginkább otthon kapirgál, csinálja a dolgait, legalább haladnak az eddig elmaradt dolgokkal.
Persze van a másik fele is a lakosságnak, akik nem veszik tudomásul, vagy nem érdeklik a törvények, a jelenleg behozott szabályok, hogy mihez kellene tartani magunkat. De látjátok, nagyon szép idő van. Ezáltal felkerekednek, felkeresik a gyönyörű helyeket. Tőlünk is nem lesz 5 percre. Itt van egy park, 7-es darab tó van benne, golfklubtól megkezdve minden. Persze, ennek ellenére itthon ülünk a pici csecsemővel. Jelenleg én is szülési szabadságon vagyok. Ha nem lennék, akkor ugye nekem is dolgoznom kellene, mivel gyógyszerekkel a cég, ahol alkalmazásban vagyok. Jó lenne, hogyha mindenki felfogná és ahhoz tartaná magát, amihez kellene, mert így akkor legalább lehetne egy nyarunk, és tudnánk menni bárhová is terveztük, de jelenleg sajnos az nem így néz ki, vagy legalábbis kevés az esély így, hogy az emberek nem fogják fel, hogy mit kellene tenniük. Jönnek-mennek az emberek ebbe a parkba, és amit ugye említettem, ott is a nyugdíjasoktól megkezdve, a anyuka a ikerbaba kocsival plusz kézen fogva a gyerekével ugye meglátogatja ezt a parkot, ugye madarakat etetnek és társai. Hát nem egyszerű. Itt a sarkon is van nálunk egy kis közért, látom ott is kínál a sor, mert ugye egyszerre csak 2 embert engednek be ugye az alapterületét, illetőleg 2 a engedélyezett, hogy be tudják tartani a követési távolságot. Ugye vannak az emberek, akik hordják a maszkot és a kesztyűt, vannak, akik ugye nem. Hát, gyerekek, ez a helyzet, de szerintem máshol is vannak különböző felfogású emberek, sajnos ez van. Sziasztok! Szia Eni! Szia Oli! Sziasztok! Nádám vagyok Sajó-Szentpéterről, itt élek, de Miskolcon dolgozom egy öntfénygyártó cégnél. Ez egy multi cég, azon belül is az anyagbeszerzési osztályom, úgyhogy egy igazi irodista hülye gyerek vagyok. És hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most már több mint egy hónapja a home office-ban tudom tolni a melót otthonról, és azért ugyanazt a fizetést kapom, mint hogyha bent lennék. Ez nálunk is elsősorban az üzemi dolgozóknak köszönhető, akik a mai napig tolják a biciklit, mint az állat 3 műszakban. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a munkájukért, meg másrészt nagyon sajnálom is őket, mert nyilván ki vannak téve a veszélynek. Nálunk meg főleg, mert ugye a különböző öntfények, meg a különböző cuccok a világ minden tájáról érkeznek. Amerikából, Dél-Afrikából, Európa szerte mindenhonnan, köztük Olaszországból is, és hát tudjuk, hogy az olaszokat mennyire darálja ez a vírus. De érdekes, hogy mi azért napi szinten kapcsolatban vagyunk a beszállítóinkkal, és például az észak-olaszországi öntödéből azt mondják nekünk, hogy ott a környékükön nincsenek megbetegedések, nincsenek fertőzöttek, mindenki dolgozik, senki nincs home office-ban. Úgyhogy néha érdekes ilyen infókat kapni innen-onnan. Ezt a gondolatmenetet csak oda akartam kivezetni, hogy szerintem nem mindegy, hogy hogyan tájékozódunk. Hogyha bekapcsoljuk a tévét, akkor milyen csatornákat nézünk. Hogyha szörfözünk a neten, akkor milyen hírportálokat olvasunk. Nyilván most félreértés ne essék, nem akarom alulbecsülni ezt az egész koronavírus járványt, mert a számok sajnos önmagukért beszélnek, de azért néha tiszta fejjel bele kell ebbe gondolni, és több oldalról megvizsgálni, több helyről információt szerezni, és nem mindent elhinni, amit látunk, vagy hallunk, vagy olvasunk. Nyilván politikához nem értek, meg nem is akarok politizálni. Vannak jó döntések, szerintem, amiket eddig a kormány hozott, de vannak orbitális marhaságok is. Fú, hát legutóbb ez az érettségi
dolog, hogy hogyan akarják az érettségit idén megvalósítani, látott attól ledobtam az égszíjat, na mindegy, nem akarok belemenni, mindenki olvasson utána, meg formálja meg a saját véleményét, ahogy gondolja. Úgyhogy mindegy, okosan kell ezt kezelni. Emellett, hogy mondjam, magánszemélyként leginkább a koncertek hiányoznak, hát azokért megőrülök, hogy nem tudok elmenni koncertekre. Most valamelyik nap ki is számoltam, hogy konkrétan 174 ezer forintom lóg a levegőben. És most csak arról beszélek, hogy az előre megvett koncertjegyekről az idei szezonra. Úgyhogy nem tudom, mi lesz, nyilván bukni nem fogom, vagy hát kop-kop, remélem nem, mert hát csak be lesznek pótolva ezek a bulik. Csak hát várjuk ki a végét. Ez is, mondom, visszatérve az előző gondolatra, hogy olvasni olyan cikket is a neten, hogy ne is várjuk azt, hogy 2021 őszétől hamarabb bármilyen koncert vagy rendezvény megvalósításra fog kerülni. Hát na, majd meglátjuk. Persze olyan nagy megszorítások nincsenek, mint mondjuk Tájföldön, hogy nem lehet cefrézni, vagy nem lehet inni, hát akkor csúnya verekedést rendeznék, az biztos. Úgyhogy ez van, de a falás az megy. Oliver félelmére reagálva, hogy fél, hogy csöcsei nőnek, hát én már ezen túl vagyok, én nem félek attól, hogy csöcseim fognak nőni, mert már csöcseim vannak. Annyit tudok zabálni, és szoktam is. És hát nem tudom, hogy hol lesz a vége, reméljük minél hamarabb. Vigyázzon mindenki magára, jó egészséget kívánok, úgyhogy peace, love, rock and roll. Sziasztok! Sziasztok! Las Vegasból jelentkezem, és azt szeretném nektek pár percben elmondani, hogy a COVID-19 az mennyibe változtatta meg a város és a helyi emberek életét. A mai napon április 13-a hétfő van, úgyhogy a mai adatokból tudok nektek mondani néhány számot. Itt Las Vegasban állunk, 2500 igazolt megbetegedés volt, közben figyelem a bringámat, nehogy ellopják. 2500 igazolt megbetegedés volt a mai napig, és 110 haltak eddig meg. A vírus az elvileg már itt Las Vegasban november végén, legkésőbb december elején már itt volt, úgyhogy valószínűleg ennél körülbelül 10-szer vagy 15-ször lehet több, akik már átmentek a koronavíruson, csak nem tudnak róla. A tesztek azok nem sokára meg fognak érkezni, egy-két héten belül ígérték, és azt mindenki megveti saját költségén 20-30 dollár körüli összegére a gyógyszertárakba. Itt nálunk csak a gyógyszertárak lehetnek nyitva, a benzinkutak és az élelmiszerboltok. Valamint még ami a város fenntartásához nélkülözhetetlen. Bistro bar is open. You kidding? Okay, let's drink something. Találtunk egy bárt, ami nyitva van, ez elég furcsa. Hát erre kíváncsi leszek. Mindjárt meg is nézzük, hogy tudunk-e valamilyen italt fogyasztani. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen most létezni fog. Viszont azt mondta a pultos, hogy szóltak neki kb. Negyed órával ezelőtt az önkormányzattól, hogy nem árulhat csak úgy alkoholt, úgyhogy kamukor árulniuk kell mellé valamilyen ételt, úgyhogy most fogunk venni egy nagyon olcsó boltokot körülbelül 1 dollárért, amit egyszerre kell, hogy az italat ideadjon nekünk, és akkor végül is így vásárolhatunk magunknak alkoholos terméket. Jelen esetben sör lesz. Végül is a sörünket megkaptuk, ami nagyon érdekes, hogy trükkös ebben az egészben, hogy szívószállal kaptuk, mintha csak valami gyömbér üdítő lenne, és a hordogot, ami jár a sörhöz, azt nem kaptuk meg, és még cserébe felszámoltak, hogy 5 dollár óra alatt is, de az a lényege nem változtat, hiszen nyitva a bár is lehet akkor fogyasztani azt a gazdba, április közepén.
kaszinókat rendőrautók védik. Amúgy is rengeteg a rendőr a városban, hogy minimálisra próbálják csökkenteni a bűnözést, hiszen azért van egy olyan réteg itt is, akik a gettóból elkezdenek ilyenkor mászkálni, nem tudnak úgy dolgozni a Las Vegas bulváron, és akkor próbálnak rabolni. Találtam még egy érdekes boltot itt a kijárási korlátozás idején. A Planet történt, ahol kanabiszt árulnak, legalábbis annak mindenféle változatát, a gumicukortól, a vattacukortól a legkeményebb fajtájukig, és ezt úgy oldották meg, hogy ilyen kis lakóbuszokból árulják. Lányok, ennyi volt az utolsó koronavírusos kis összeállításunk, reméljük, hogy tetszettek. Mi most visszatérünk a rendes kerékvágásba, és az általunk preferált kis videóinkat fogjuk továbbra is közölni. Hogyha van kedvetek, akkor tudtok bennünket támogatni, mégpedig len úgy, hogy feliratkoztok a csatornánkra. Eni és Oli világa, így vagyunk fönt a létező összes platformon, különösképpen a YouTube-on. Vigyázzatok magatokra, és még egyszer nagyon szeretném megköszönni, meg szeretném köszönni mindenkinek, aki küldött videót, nagyon sokat kaptunk, és reméljük, hogy jó sok információval tudtunk benneteket gazdagítani, melyet ti küldtetek nekünk szerte a világból. Én most búcsúzom, sziasztok, vigyázzatok magatokra! Loch Nessitó, szia! Faszomat! De miért kell ezt mondani?